Abba bízom, hogy a legutóbbi jó játékot tudjuk folytatni, és akkor úgy gondolom, hogy az eredmény sem marad el. Dunaferdben tudjuk, hogy nagy változások történtek, sok fiatal van, de azért megmutatták, hogy kellőképpen komolyan kell őket venni, mert képesek meglepetést okozni. Ha azt játsszuk, amire képesek vagyunk, akkor úgy gondolom, hogy begyűjthetjük a 3 pontot. Mindenképp egy nehéz meccsre számítok, készültünk, természetesen nekünk minden mérkőzés ugyanúgy, mint ahogy eddig is mondtam, egy olyan lehetőség, amivel meg tudjuk egy kicsit jobban mutatni magunkat. Most már azért viszonylag hosszabb ideje, egy 2 hónapja együtt dolgozunk, én remélem, hogy ez vissza fog köszönni. A női kézilabda csapat Bajnokok Ligája mérkőzése miatt az Aramis csarnokában fogadta a Ferencváros, a pirosmezes Dunaújvárost, ráadásul a vendégek jobban is kezdtek, hiszen a 4. percben vezetést szereztek az első élvonalbeli gólját szerző Németh László révén. Az elején nagyon bealudtunk, nehezen indult be a csapat, ez egy elkerülhető góllal sikerült ezt megmutatni. Ez jött ki belőle sajnos. A Fradi a volt újvárosi Fekete Róbert jóvoltából hamar egyenlített, majd Bognár Bence a kapufát találta el, így a 16. percig kellett várni a pályaválasztó 2-1-es előnyére. Ekkor a Fejér megyeieknél korábban szintén megforduló Horváth Szabolcs köszönt be. Nagyon sok minden nem változott, mert a helyzeteink megvoltak, csak nem rúgtuk be. Egy kicsikét talán jobban pörögtünk, gyorsabban játszottunk, és pontosabbak voltak a végső passzok. Úgy gondolom, hogy ez volt a különbség az elejéhez képest. Az első félidő végét uralta a Ferencváros, amelyben Sámson Zoltán, majd ismét Fekete volt eredményes, így 4-1 volt a szünetben. Arra számítottunk, hogy masszívan fognak védekezni, és nehéz lesz őket az elején föltörni, így is történt, de az első kontrából betaláltak, így még nehezebb dolgunk volt, de szerencsére azért a félidő vége felé már helyreállt a játékunk. Vártuk ezt, ami történni fog, készültünk rá, és ennek ellenére az első félidőben borzasztó rosszul működött a védekezésünk, emiatt nagyon bosszus voltam, és fel is hívtam a félidőben a figyelmüket a srácoknak, hogy ezen változtatnunk kell, és hogy hol tudunk ezen javítani. Úgy érzem, hogy a második félidőre már egy teljesen más arcunkat mutattuk, annak ellenére, hogy 3 gólt kaptunk, annak ellenére voltak lehetőségeink, többször jól megtartottuk a labdát, illetve hát rúgtunk 2 gólt is. A mesternégyesig jutó Fekete és Rábold Richard révén már 7-1-re is vezetett a Ferencváros, ám a hajrá az újvárosiaké volt, ráadásul nem is egy hétköznapi góllal szépítettek a vendégek. Levelon Zolival gyakoroljuk ezt kb. Mióta itt vagyok 3 éve Újvárosba. Meccseken is voltak olyan szituációk, amikor volt ilyen lehetőségem, de sajnos ezt elpuskáztam úgymondva, de most igyekeztem hozni, amit kéne, és hál' Istennek sikerült betalálnom. A 7-3-as végeredményt az első élvonalbeli gólját szerző Garda Bálint állította be. Akik ellen ma játszottunk, azokon nőttünk föl szó szerint, szóval az ő figuráikat gyakoroltuk, néztük őket, hogy kéne, mint kéne. Most meg ugye itt voltunk a parkettán, és ellenük kellett vitézkednünk. Nem azt mondom, hogy egy kicsi félsz, csak azért mégis, hogy ott állítod egy olyan játékos, aki már lejátszott X meccset, vagy teljesen mindegy hányszor ott válogatott, akkor ellen is tudni kell teljesíteni. Hát megpróbáljuk ezeket a hibákat kijavítani, amiket most csináltunk, erre ott lesz sok időnk, ugye most mindjárt vége az alapszakasznak, majd jön a rájátszás, reméljük, hogy akkor már élesebbek leszünk, és akkor az ilyen meccsekben sokkal jobban fogunk tudni majd kijönni.